helytörténeti pályázat, toldi erőverseny, zenés délután a hölgyeknek, kormánybiztosi tájékoztató. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 25-én 18 óra 5 perckor. A Györffy István Katolikus Általános Iskola helytörténeti és néprajzi pályázatot írt ki az általános iskolák felső tagozatosainak. Pályázni a következő témában lehetett: könyvismertetés Györffy István nagykunsági krónika című művéről, vagy Katolikusok 250 éve Karcagon címmel. A pályázatokat idén a pandémia miatt csak az iskola felsősei részére hirdették meg, mondta el a Györffy napok keretében tartott díjátadón Kovács Miklósné igazgató. Mindenki nagyon szép helytörténeti pályázatot nyújtott be, mind a két témában érkeztek pályázatok, annak ellenére, hogy egy járványhelyzet közepén történt ezeknek a pályázatoknak a meghirdetése, illetve megírása is. Minden tanulónak, mint ahogy ki volt írva a pályázati kiírásban, minősítő oklevelet, illetve könyvjutalmat adtunk. Érdekessége ennek a helytörténeti pályázatnak, hogy minden alkalommal törekszünk arra, hogy helytörténeti könyveket adjunk a gyerekeknek a kezébe. Ez a mai alkalommal is így történt. A pályázati témaválasztás sem volt véletlen, hiszen a Györffy István nagykunsági krónika című műve első kiadása 100 éve, 1922-ben jelent meg Karcagon. A Katolikusok 250 éve Karcagon pályázat apropóját az adta, hogy 1769. decemberében került Karcagra Illés Antal az első plébános. Mária Terézia ugyanis rendeletben döntött arról, hogy Karcagra katolikusokat telepít. Itt épületek, események, híres karcagi katolikusok, plébánosok bemutatása, vallásukat gyakorló katolikusokkal interjú készítése volt a gyerekek feladata. Mint az iskolavezető elmondta, utóbbi témában a pandémia miatt kevesebb személyes interjú készült, de így is volt, aki nagymamájával írt pályázatot, de katolikus épületeket szépen bemutatták a pályázók. A kicsik, nagyon örülünk neki, hogy sikerült őket rávenni arra, hogy ők is kapcsolódjanak be a helytörténeti kutató munkába, bár ebben az évben ez egy kicsit nehezebben ment, hiszen nem mindig történhettek úgy a dolgok, mint ahogyan azt szerettük volna. Öröm számunkra az is, hogy ötödik osztályban, hogyha élményt szereznek a gyerekek, akkor ez aztán végigkíséri őket, és hatodik, hetedik és akár nyolcadik osztályban is írnak helytörténeti pályázatot. Bár a nyolcadikosok ebben az időszakban a központi felvételivel vannak elfoglalva, és oda tanulnak nagyon-nagyon sokat, hogy minél jobban teljesítsenek, és bejussanak abba a középiskolába, ami az álmuk. És bízunk benne, hogy az elkövetkezendőkben, hogyha adódik rá lehetőség, lesz olyan humán erőforrás, aki ezt a hatalmas anyagot összeszerkeszti, és aztán nem utolsó dolog az anyagi forrás is, amiből ez megvalósítható, akkor én bízom benne, hogy a jövőben erre is sor kerülhet, hiszen ez annál inkább fontos lenne, hogy legyen egy ilyen tájékoztató anyag, mert rengeteg pályázatot őrzünk itt az iskolában, és ezek között valóban vannak olyanok, amelyeket érdemes lenne helytörténeti kutatók számára is lehetővé tenni, hogy tudjanak benne kutatni. A beérkezett 13 munkát dr. Kasuba Jánosné, az iskola nyugalmazott könyvtáros tanára értékelte. A kiváló arany, az arany, az ezüst és a bronz okleveleket és helytörténeti könyvjutalmakat az igazgatónő adta át. Az Aranyos Napok keretében rendezte meg a toldi erőversenyt a karcagi Arany János Általános Iskola. Szentesiné Nánási Tünde intézményvezető elmondta, idén lehetőség volt városi versenyre. Az aranyos felső tagozatosok mellett a karcagi tankerületi központ két karcagi iskolájából érkeztek az 5.-8. osztályos fiúk közül a megmérettetésre. A toldi erőverseny zajlik iskolánkban. Ez is hagyományjá vált évek óta, hogy a város ifjait megmérettetjük Toldi Miklós emlékére, illetve Arany János emlékére a toldi műve kapcsán. Minden évben a felső tagozatos tanulókat várjuk 5.-től 8. évfolyamig, minden évfolyamról egy tanulót. Évek óta nagyon népszerű városi verseny. Sajnos most több megbetegedést jeleztek a kollégák, így három iskola képviselteti a tanulóit, összesen 12 gyerek vesz részt most a
pillanatnyi versenyben. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk Arany János munkásságára, a költeményeire és a Toldi Miklós műve, úgy gondolom, hogy felejthetetlen élmény nem csak az irodalomban, hanem itt a tornateremben is. A bemelegítés után különböző erő és ügyességi feladatokat, kötélmászás, pademelés, fekvőtámasz, rúdtartást hajtottak végre a versenyzők, hogy kiderüljön, ki lesz az idei Toldi vitéz, aki nem talált legyőzőre. Bár nem tudjuk azokat a eszközöket idehozni, ami Arany János művében megjelent, de olyan erőfeladatokat igyekeztek kitalálni a testnevelő kollégák, amelyek valóban az erejüket mérik meg a tanulóknak. A cél a mozgás örömének megszerettetése, és a versenyzés öröme volt. A Nemzetközi Nőnap alkalmából zenés délutánt tartott a rendezvényközpontban az Életet az éveknek nyugdíjas klub. Ezen alkalomból a hölgytagok egy-egy szál virággal köszöntötte Szepesi Tibor polgármester is. Kovácsné Kerekes Katalina klub vezetője elmondta, a nőnapi rendezvényt mindenében megtartják egy ebéddel. Azt követően egy kis beszélgetés és tánc van. Egy ebédre, és azt követően majd egy kis baráti beszélgetésre, egy kis táncra gyűltünk össze, és nagy-nagy öröm számunkra, hogy polgármesterünk Szepesi Tibor úr is elfogadta a meghívást, és itt van, és nagy meglepetés volt, hiszen egy-egy szál virággal köszöntötte a lányokat, úgyhogy olyan jó volt látni a csillogó szemeket és a boldog arcokat. Köszönjük a figyelmességet! Szepesi Tibor polgármester számára természetes volt, hogy ezen a napon köszöntse a nyugdíjasokat. Bár csupa fiatalasszony van mögöttem, szó sincs nyugdíjasokról, mondta a városvezető, aki egy kölcsönvett gondolattal köszöntötte a jelenlévőket. Mi a szebb és jobb a női nemnél? Hát természetesen egy női igen. Főleg azokon az alkalmakon, amikor azt el is várják a fiatalok. Poénos, de azt gondolom, hogy jól kifejezi azt, hogy a hölgyek milyen sokat jelentenek a férfiak számára, hiszen tudjuk a család alapításkor, a család egybentartásakor, és úgy általában a társadalmi szerepek megosztásakor ugye nagyon fontos az, hogy egy család az egy férfi és egy nő. Az ilyen közösségekre nagyon nagy szükségünk van, mondta a városvezető. A közösség ereje az nagyon sokat jelent, főleg abban az életkorban, amikor a napi elfoglaltságok egy picit másképp alakulnak, más a napi rutin, akkor nagyon sokat jelent az, hogy van egy közösség, ahova tudnak tartozni, ahol az ügyes-bajos dolgaikat meg tudják beszélni, ahol hasonló korosztály együtt tud beszélgetni, szórakozni és önfeledten, úgy, ahogy a mai napon is együtt ebédelni, és hát utána pedig nyilván folytatva ezt egy kis mulatsággal mondjuk egybekötve. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen közösségekre nagyon nagy szükség van. Stúdiónk vendége volt dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, korábbi földművelés ügyi miniszter, akivel az orosz-ukrán háború közép- és hosszú távú gazdaságot érintő hatásairól, mezőgazdasági aktualitásokról, a köztársasági elnök választásról, a békemenetről, valamint a közelgő országgyűlési választásokról beszélgettünk. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, korábbi földművelés ügyi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, és én is szeretettel köszönöm minden kedves televízió nézőt. Az elmúlt hetekben a világ az orosz-ukrán háború felé fordította a figyelmét, amely Magyarország szomszédságában, Ukrajnában zajlik. Miniszter úr, hogyan látja a háború közép- és hosszú távú gazdasági hatásait? Nagyon szomorú az, hogy a szomszédságunkban ilyen kegyetlen háború alakult ki. Látjuk a híreket, halljuk azt, hogy menekültek, százezrei keltek útra, a rombolást, az emberi szenvedést, és az embernek összeszorul a szíve, hiszen ez itt a közvetlen közelünkben és olyan államok között zajlik ez a konfliktus, akikkel Magyarország jó szomszéd, illetve kiváló diplomáciai kapcsolatokat ápolt. A történelmi, tudományos, művészeti, kultúrás és nagyon fontos gazdasági szálak is összekapcsolnak bennünket. Abba bízhatunk, hogy remélhetőleg ez a konfliktus hamarosan lezárul, és helyreáll a béke. Nagyon fontos az, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból. Alig hiszem, hogy Magyarországnak érdeke lenne az, hogy Oroszország ellen harcoljon, vagy katonákat, fiainkat küldjük a küzdőtérre.
miniszterelnök úrnak, Orbán Viktornak nagyon határozott az álláspontja, és a lakosságnak a meghatározó része ebben támogatja, hogy Magyarország egy ilyen háborús helyzetben csak vesztes lehet, ezért nekünk el kell kerülnünk mindenképpen azt, hogy belesodódjunk ebbe a válságba, ebbe a konfliktusba. Március 15-én került sor Magyarországon immáron 9. alkalommal a békemenetre. Mit üzent a békemenet a háború árnyékában? Több mint félmillió ember vonult fel, és a békemenet most tényleg igazán a békéért emelte fel a hangját. Ez a hatalmas tömeg kifejezte azt a nemzeti egységet, amelynek a lényeg az, hogy Magyarországnak egy kiegyensúlyozott, békés körülmények között zajló folyamatos fejlődésre, erősödésre van szüksége. És látszik az, hogy az ellenzék is elkezdett visszahátrálni abból a háborús álláspontból, amit korábban hangoztatott. Egy dolog biztos, hogy csak és kizárólag a Fidesz-KDNP az, amely egyértelműen elétől fogva elkötelezett volt, és ma is elkötelezett a béke mellett. Magyarország, tudjuk jól a történelemből, a háborút általában elveszítette, a békét kell nekünk megnyerni, és ezért kell nagyon óvatosnak lennünk, óvatosan fogalmaznunk ebben a kritikus időszakban. Térjünk át a mezőgazdaságra. A csapadékhiányos időjárás hogyan befolyásolta Magyarország mezőgazdaságát? Hát most igazán lehet látni azt, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva az időjárásnak, hiszen lassanként elmondhatjuk, hogy fél éve nem esett számottevő eső itt a mi vidékünket, de az egész országot sújtja ez a példátlan aszály. Csak bízhatunk abban, hogy a jó Isten segít rajtunk, és jön egy olyan esős egy-két hét, ami pótolja a csapadékot. Az ország élelmiszerellátása szempontjából is kiemelten fontos, hogy eredményes mezőgazdasági évünk legyen, ez pedig kell a csapadék, és kell azt, hogy a gazdák meg tudják művelni a völgyeiket. És akkor a háborús hatások, az afrikai sertéspestisnek a hatása, az éppen véget ért baromfi influenza, és az energiaoldozók árának az emelkedése is sújt bennünket, tehát egy nagyon kritikus időszakban vagyunk, és bizonytalan körülmények között kell talpon maradni. Ezért is fontos, hogy az agrárpolitikának, a gazdákat támogató, segítő különböző jogszabályoknak a rendszer, az Európai Uniós agrártámogatási rendszer, az stabil legyen, finanszírozható legyen, és így a termelésnek a körülményei, nem a természet, hanem a ezen túlmenő körülményei, azok biztosítottak legyenek. Itt külön probléma most a üzemanyagellátás, itt a kormány több intézkedést tett, Magyarországon ástop van érvényben, az energia ellátástól függ az élelmiszer termelésünk, hiszen azt kevesen tudják, de egy adott élelmiszernek 60-85%-a is energiaköltség. Szállítás, a művelés, a műtrágya, a különböző növényvédőszerek, a feldolgozás költségei, a gépek előállításának a költségei egyik sem képzelhető el energiafelhasználás nélkül. Tehát ezért is elemi érdekünk az, hogy folyamatos legyen az energiaellátás, nagy rész behozatalra szorulunk, legnagyobb rész Oroszországból egyébként, és meg kell oldanunk azt, a jelenlegi keretek között nem változtathatunk, különösebben ezen a függő helyzeten, a jelenlegi keretek között kell megoldanunk azt, hogy az energiaellátás, a mezőgazdasági termelés, és így a lakosság élelmiszerellátása is rendben legyen. Az külön hozzátartozik, hogy Ukrajna és Oroszország, az külön hozzátartozik ez a problémához, hogy Ukrajna és Oroszország a világ búzexportjának 30%-át, kukoricaexportjának 20%-át adja. Tehát most, amikor akadozik az ottani export, akkor az arab világban, jó néhány más országban is ellátási gondok elé néznek. És emiatt Magyarországról is sok gabona kelt útra, a kormány egy kiviteli stoppot is bevezetett, azért, hogy a belföldi ellátás biztosított legyen. Az élelmiszerellátáson túl az élelmiszer árakban történhet-e, várható-e változás ennek fényében? Hát itt eléggé szeszélyes a piac. Az átágulás döntően az energiaárak emelkedése miatt történt. Most a háborús krízis, egyfajta pánik és az ehhez gyakran kapcsolódó spekuláció is erre ráerősít. Ugyanakkor minden növekedésnek van határa. Tehát én szerintem itt azért meg fog állni majd egy bizonyos szinten, és itt vagyunk az év elején. Én azt szoktam mondani, hogy aki saját maga termel, még ha nem könnyű körülmények között, mert azért most eléggé sújt bennünket ez a szárazság, hogyha valaki saját maga megtermeli azt, amire szükséges,
helyisége van, akár egy konyhakertben, zárt kertben, arra nem vonatkozik az inflációnak, nem emelkedik az ára, kellő odafigyeléssel sok mindent meg tudunk termelni, és azért ide tartozik az is, hogy beosztással az élelmiszert igazi értékként kezelve kell takarékosabb bánnunk ezekkel a magyar földnek a gyümölcseivel, azért, hogy kiadásaink is kisebbek legyenek, és a ellátás is biztosított legyen. A magyar kormány több az élelmiszer pazarlás ellen szóló programot indított. Ezek most azt hiszem, hogy összeérnek, összhangba kerülnek azzal, hogy az élelmiszerek ára is növekedésnek indult. Az elmúlt héten választott Magyarország köztársasági elnököt Novák Katalin személyében. Miért bírt kiemelkedő jelentőséggel a mostani köztársasági elnökválasztás? Novák Katalin emberként, politikusként, családanyaként is ismerte a magyar lakosság előtt. Büszke vagyok arra, hogy Magyarország első női köztársasági elnöke a Fidesz frakció soraiból, a lakosság által megerősített kormány többségének a soraiból került ki, és elkötelezettsége a magyar nemzet legfontosabb kérdéseiben, a nemzet megmaradásának a kérdéseiben az egyértelmű, és az egy sikeres program, amit ő több más programmal együtt vitt az elmúlt években, hogy minél több gyermek szülessen. Hát 200 ezerrel több gyermek született, mióta a családvédelmi intézkedések, fiatal családosokat segítő adókedvezmények és más megoldások hatályba léptek. Ezt a politikát kell folytatni, és ő személyében is megtestesíti ezt az értékrendet, azt a politikai folyamatosságot, amelyre törekszünk. Április 3-án gyermekvédelmi népszavazással egybe kötött országgyűlési választásokat tart Magyarország. Mi most a választások tétje? A két döntés mind a kettő hosszú távra érvényes, rendkívül fontos. Gyermekeinket meg kell védeni azoktól a önpusztító propaganda folyamatoktól, amelyek látszik, hogy Nyugat-Európában már általánossá váltak. A korai nem változtatás, az úgynevezett érzékenyítés, a gyermekeknek az elbizonytalanítása, nem szabad, hogy az intézmények falai között teret kapjon. Ez az egyik, a másik pedig, hogy döntünk arról is, hogy Magyarország milyen irányba haladjon. A háborúpárti ellenzék vegye át a kormányrudat, vagy maradjon a nemzetépítésnek a folyamatossága. Én azt javaslom mindenkinek, hogy szavazzon Orbán Viktorra, a Fidesz-KDNP-re, helyben pedig jelöltünkre F. Kovács Sándorra, azért, hogy Magyarország tovább is egy erősödő, növekedési pályán mozgó ország legyen. Miniszter úr, köszönöm az interjút. Köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum alkalmazásunkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!